Jó estét kívánok, kedves nézők! Ez a kezdőkör, amelyben hagyományosan a fehérvári és néha egy kicsit a szélesebb spektrumon nézett sportvilág történéseire reflektálunk. Általában újságíró kollégákkal, de már az első pillanattól kezdve volt olyan szándékunk is, hogy néha segítségeként, hogy a kulisszák mögé is lássunk, hívunk olyan vendéget, aki úgymond a másik oldalon van, de most mégis köztünk ül, így aztán kénytelen lesz nagyon őszintén és nagyon kendőzetlenül elmondani ő is a véleményét, úgyhogy kivételesen az asztalnál középen helyet foglaló vendégünkkel kezdem a bemutatást, és köszöntöm tisztelettel Balázs Imrét, a Köfém SC és az Alba Liga SC elnökét, aki így tulajdonképpen kézilabdáról és kosárlabdáról is abszolút illetékesként faggatható. Itt van velünk Kajzer Tamás, a Fehérvár Média Centrum szerkesztője, illetve Forog László állandó nagyon megbecsült és közkedvelt vendégünk, akire nagy igény mutatkozik, ahogy ő maga mindig elmondja, és nem is téved benne. Szóval, amikor itt van velünk Jimmy, ahogy őt mindenki ismeri ugye a Fehérvári és a bűves sportvilágban is, akkor nyilván adódik, hogy tényleg akár a kézilabdás lányokról, akár a kosaras fiúkról beszéljünk, és van is miről nyilván mindkét csapat kapcsán. Úgyhogy meglehetős huszárvágással azt mondom, hogy kezdjük labdarúgással, vagy csak annál is inkább... Jó átkötöttél, Zoli. Igen. Hát utólag nehéz lett volna, hogy azért azt ugye Balázs Imréről tudni kell, hogy NB1-es labdarúgó kapus volt, tehát azért ez a sportág sem áll távol tőle mondhatni, sőt, bár ez nyilván már így a ködös nosztalgia világa. Minden esetre ugye véget ért egy foci szezon, amelyben elmondhatjuk, hogy a fehérvári csapat hát bizonyos szempontból nézve tulajdonképpen jól teljesített, egy ezüst a kupában, egy bronza bajnokságban, vannak városok, ahol ezért nagyon hálásak lennének, még olyan NB1-es városok is, de talán mondhatjuk most csak szurkolói szemmel nézve, hogy ettől azért mindenki egy kicsit többet remélt, főleg, hogyha a riválisoktól való távolságot nézzük. Ugye Szabics Imre is kiemelte, hogy ő ugyan nagyon elégedett azzal, ami az ő kinevezése óta történt a klubnál, tehát 22 ponttal maradt el a Ferencváros mögött a Vidi. Ez azért olyan távolság, amit nem lehet bal szerencsére vagy játékvezetőre fogni. Szóval Jimmy, nyilván amikor te abban az oldalról nagyon meg tudod érteni, hogy egy klubvezető elvárást tűz ki egy csapat elé, amikor pontosan ismert, hogy az anyagi keretek, a lehetőségek a riválisokhoz képest mi a reálisan tervezhető, akkor milyen érzés úgy visszanézni egy szezonra, hogy azt mondod, hogy 22 ponttal vagyok a velem egy lapon emlegetett rivális mögött? Hát ez soha nem egy jó érzés. Tehát azért 22 pont az nagyon sok, de azért a rejtés azt gondolom, hogy a Ferencváros lehetőségekben, játékerőben megelőzi a Fehérvárt. Ez az olló, ez nem most kezdett elnyílni szerintem, hanem már egy pár évvel ezelőtt. Tehát most már azért a két klub lehetőségei már azért szerintem nem csinálnak azon a szinten. Én nekem igazából most a bajnokságban van hiányérzetem a Vidivel szemben, hanem igazából a kupában. Tehát azt gondolom, hogy azt arra a reális esély lett volna, hogy behúzzák ezt a magyar kupa győzelmet. Meg is volt minden esélyük, de ahogy az edző is elmondta, ott valami kicsit kisiklott. Az a mérkőzés az nem volt egy jó mérkőzés, és igazából azt gondolom, hogy az Újpest számomra meglepetés győzelme az egy kicsit csalódás, de a bajnokságban azt gondolom, hogy igazából, főleg amióta a Szabics Imrét kinevezték, azóta gyakorlatilag a csapat kell stabilizálni, kezd valamiféle arculata lenni a csapatnak, de ez mindenképpen előrelépés. Soha senki nem beszél a számokról, konkrét számokról, pénzösszegekről, nem csak a futballban Magyarországon. Magyarországon, de a futballban sem, de amikor azt mondod, vagy mondjuk, hogy hát a Fradinak annyival jobbak a lehetőségei, annyira szétnyílt ez az olló, akkor valóban annyira szétnyílt, hogy manapság nem azt mondom, hogy ez a 22 pont, nyilván ez teljesen irreális, de hogy mondjuk 10 ponttal jobb legyen a Ferencváros a Vidinél, most félvel Lacira sannítok, mert ő mindig tudja a tuti hátsó infókat, költségvetésekről, egyebekről. Én azért nem gondolnám őszintén szólva, hogy jelenleg a MOL Fehérvárt, mert azért nevezzük így a csapatot, ebben is benne van, hogy milyen lehetőségekkel rendelkezik, úgy kellene tekinteni, mint akinek teljesen sansztalan egy Ferencvárossal felvenni a versenyt. Most már milliárdos nagyságrendekről beszélünk, a BL szereplés azért Fradit kicsit elemelte. De az azóta történt, tehát a szezon elején ez még azért nem volt ekkora. Az Imrének igazat adok abban, a Fradi előtt
a Videóton előtt jár, MOL Fehérvár előtt jár lényegesen, tehát szerintem a költségvetés is lényegesen magasabb, és én olyan érzésem van, hogy ezt szerintem föl is mérték itt Fehérváron, hogy a Fradival hadakozni folyamatosan sok értelme nincs, tehát szakmailag is, illetőleg a társadalmi bázis szempontjából is azért ott egy teljesen más közönségigény van arra a klubra, mint egy Vidire, mondom ezt Fehérváréként, akit rendkívül fontosnak tartom a piros-kék színeket. Itt az Imrének adok abban feltétlenül igazat, hogy a kupát kellett megnyerni, az menthetetlen egy kicsit az a kupa döntő. És egy évvel ezelőtt is volt egy hasonló, hogy a Mezőkövest nagyon jó széria után jött, a bajnokságban végig megverte a Honvédot, és azon a döntőn ott nem találták a játékukat. És ugyanezt éreztem a Vidi kapcsán is, hogy egyszerűen nem találták a játékukat. Tehát én nagyon biztosra vettem, a múltkori adásban szó is volt arról, hogy hány volt rúgott. Ne feszíts túl a húrt, mert már másodszor hozod a Mezőkövest Vidi. De azzal együtt mondom, nem volt meg a csapat játéka. És itt a bajnokság ezért nehéz ügy, az idei szezon, mert három edzőt fogyasztottak el, a kettőből egyet azért nyerni kellett volna, így valóban, ha nem is nagy blama, de ez nem egy jó sikerült szezon, az egész biztos. Egyébként ez a költségvetési különbség azért ez nem csak a labdarúgásban jellemző. Tehát kézilabdában esély nincs arra, hogy valamelyik csapat megközelítse a mondjuk fiúknál a Veszprém Szegedet, vagy nőknél a Ferencváros Győr párost. Hiába vannak kísérletek, ugye Siófok is próbálkozott, de aztán tudjuk, hogy milyen helyzetbe került végül anyagilag. Tehát azt gondolom, hogy nincs reális esélye, hogy ezek a csapatokat megközelítsük, annyival magasabb szinten állnak költségvetésben, ami nem azt jelenti, hogy pár 10 millió, hanem súlyos 100 milliókról beszélünk különbségben. Na de akkor, hogy ugye Veszprém Szeged, női kézilabdában Győr Fradi, akkor, mert fociban ugye eddig az volt, hogy Fradi Vidi, vagy Vidi Fradi éppen, akkor hogy mi akkor, a felcsút, azt akarod kérdezni. Akkor most akkor Fradi felcsút? Igen. Mert hogy ugye azt mondják, hogy gyakorlatilag a felcsút költségvetése, vagy a Puskás Akadémia költségvetése, az most már ott van, ott körül, vagy a fölött, mint a Fehérvár. Ez nem igaz, ez biztos, hogy nem igaz. Ezt a nagy csodák nincsenek, tehát valahol biztos vagy benne, ha nem is haladja meg, de közelít hozzá, ez biztos. Hát meg kell nézni az állományt, tudjuk, hogy a magyar futballban csodálatos dolgok történtek itt az elmúlt években, ma már olyan játékosok érkeznek, akikről korábban nem gondoltuk volna, még ha azért nem is az európai krém. És hát azért a felcsút gyakorlatilag tele van légiósokkal, néha ki is foghatnak egy-egy jót, egy kicsit ez olyan, mint kosárlabda, vagy kézilabda, amikor elmondjuk, hogy hát ha az idén éppen belehúztunk. De ezzel együtt én ugyanezt akartam egyébként kérdezni, amit Tomi is itt pedzegetett, hogy oké, hogy Fradi Vidi, nyílik az olló, nagy a különbség, nem ugyanazok az elvárások, tehát azért én úgy értelmezem, már bocsánat, hogy egy Puskás Akadémia mögött harmadik helyen végezni, az nem magyarázható szerintem a MOL Fehérvár számára. Itt biztos, hogy nincs nagyságrendi költségvetési különbség, vagy ha van, akkor nem a felcsútiak javára. Egyébként. Nincsenek tradicionális, nincsenek szurkolói elvárások, tehát valójában azért ennek a szezonnak az igazi mércéje az, hogy a második helyre sem ért oda a MOL Fehérvár. Azért egy dolgot nézzünk, szerintem reálisan a Puskás Akadémiánál volt egy időszak, amikor a külföldiek nélkül a magyar fiatalok gyakorlatilag majdnem csak ugyanezt a szintet hozták az elején. Tehát volt egy időszak, amikor abszolút nem tűnt fel, hogy nem játszanak külföldiek. Utána mégis történt egy hierarchiás dolog, ugye bekerültek a külföldiek, vissza is esett időlegesen ugye a Puskás, volt egy nagyon nagy krízishelyzet, majd ebből nagyon jól jöttek ki. Azért a sport nagyon nagy kis nüanszokon múlik. Tehát ott azért azt gondolom, hogy itt ez a, ahogy említettek, a Vidi átesett edzőváltásokon voltak szerintem szerkezeti, vagy nem találták meg a bizonyos játékosnak a pozícióját. Bizonyos emberek esetében nem volt meg az a kellő motiváció, nem volt meg az a csapati erő, amiben meg kellett lenni. Az a vezérszerep szerintem mondjuk a Roli kiesésével az egy luk maradt, amit egyébként korábban betöltött, és azért ez látszott a csapat teljesítményen. Ellenszemben mondjuk a Puskás azért rendkívül stabilan jött ki ebből a helyzetből. Tehát én azt gondolom, hogy alapvetően az anyagi lehetőségek azok determinálják a helyzetet, de azért a nüanszokon múlik az, hogy valaki második, vagy harmadik, vagy harmadik, vagy második. Még egyszer, a bajnokságban ez nem jó, de azért elfogadható. A kupa az, ami szerintem egy nagyon nagy hiányérzet jelent. És akkor mostantól ezt el kell fogadnunk, hogy a Ferencváros és a MOL-Fehérvár párharcában gyakorlatilag, hát legalábbis a Vidivel egyenrangú félként ott lesz mindig
a Puskás Akadémia. Ugye érdekes kérdés, a Tomi szeret nagyon játszani azzal a futballtervezős menedzser játékkal. Pont ezt akartam mondani egyébként. Évekkel ezelőtt megjósolta. Hát hogy... de még 2 évvel ezelőtt az akkori játékban leszimuláltak 30 évet, és azért a nagy klubok is használják ezt a játékot, hogy játékosok attribútumaira keressenek rá. És a következő 30 évben ugye gyakorlatilag a Fradi tarolt, és 2-szer vagy 3-szor volt nem a Fradi a bajnok, akkor a Puskás Akadémia volt 2-szer és 1-szer a MOL Fehérvár. Igen, tehát, hogy ez lesz-e a tendencia, ezt akarod kérdezni? Ezt akartam, mert nyilván a szándék ez, tehát sok mindent hallottunk mi a Puskás Akadémiáról, azt is, hogy tulajdonképpen nem is kellene NB1-esnek lennie, nem is fontos, mert a nevelés és az akadémiai képzés. Valószínűleg, aki az elmúlt éveket látta, az pontosan tudja, hogy azért ez nem komolyan vehető, ott igenis ambicionálják a komoly csapatot, már csak azért is, mert igazolnak rengeteg külföldit az egyébként tényleg mintaszerű körülmények között működő akadémia fiataljai mellé. És hát tényleg ez a kérdés, mert az, hogy amit Jimmy mondott, hogy vannak a fociban ilyen-olyan hullámvölgyek, az összes többi csapatnál, tényleg a Pakstól kezdve a Kisvárdáig megtalálható, nyilván a végén valaki nagyon rosszul jött ki, mert a Budafok éppen akkor szakadt bele a nagy pofonokba, amikor nem szabadott volna és kiesett. De a Felcsútról el kell ismerni, hogy összességében olyan kiegyensúlyozott szezont zárt, és hát nyilván bajnoki címként értékelik ezt a második helyet. A kérdés az, hogy akkor ez, láttunk azért már sok érdekes történetet a magyar sportban, ez valami rövidtávú fellángolás, vagy akkor innentől megvan a fő kihívója mondjuk a Ferencvárosnak? Az a Paks. Hát zöld-fehér, hát színe szint. Hát egy gólrekordot döntöttek, stb. Szóval. A kérdés mindig az, hogy honnan indult és hova akarsz eljutni, hogy mindenki másként építkezik. Egy Kisvárda tudatosan építi... Már nem az edző. Tudatosan építi az akadémiáit a határszélen. Tehát volt olyan meccs, amikor mondta Révész Attila, hogy álltunk fönt a VIP-ben, és akkor mondja, hogy látod azt a fiú, 16 éves, ő még nem beszél magyarul, de lassan már fog. Ott a kezdőkörben 18 éves, már a szülei is itt laknak, ő világsztár lesz. És mondta a neveket, egyik se volt magyar, mindegyik ukrán-orosz hajkú fiatalember volt, és ő azt mondta, hogy ebbe hisz, hogy azt a pár évet kell kihúzni, amíg ezek a fiúk, akik a falon is átmennek, hiszen számukra a családja számára is egy életesét ad az a magyarországi futball, és az itteni életkörülmények. Ő azt mondja, hogy ezekben a honosított labdarúgókban gondolkodnak. Volt a Balmazújvárosnak egy időszaka, ők eldobták azt az 50 millió forintot, amivel az MLS a magyarok játékát erősítette volna, volt ez a perszdíj, őket azt mondta, nem érdekli, ők feljutnak, és majd valami lesz, és aztán majdnem benne is maradtak, de aztán később csődbe mentek. A Paks szintisztán magyar projekttel megy, ez számomra ez az igazán üdvözítő, de ha végén azt nézik, hogy kiesik ki és kimarad az élvonalban, akkor végül is igazából mindegyik modell jó lehet. A Budafok arra a csapatra épített, amely az NB2-ben nagyon jól szerepelt. Várható volt, hogy a végén megzuhannak. Én nagyon szurkoltam nekik, mert az ő projektjük is jó volt, szerethető, Kisváros a Nagyvárosban címmel, de a végére elfogytak. Tehát itt az a kérdés mindig, hogy ki van a vonal felett, és mindent hát az meg ami kérdés szerintem, és ezt feszegettük itt 2 héttel ezelőtt. Frakciózatok! Nem, mert abban a kérdésben, amit most akarok feltenni, egyébként pont szintén egy klubvezetőre nagyon érdekes lehet az illetékessége. 2 héttel ezelőtt is foci témáról beszélgettünk itt, és akkor megkérdeztem, hogy a nagy európai, akkor éppen a Superliga hozta lázba ugye a világot. Projektekhez képest hol van a magyar futball valósága? Mi lehet nekünk Magyarországon a célunk a mi kis focinkkal? És akkor is elhangzott, hogy ugye vagy az van, hogy csinálsz egy jó válogatottat, amely egy tornán meg tudja nehezíteni a nagyobb nevű ellenfelek dolgát, vagy pedig egy ország futballjának az lehet a célja, hogy tehetségeket találjon, neveljen és értékesítsen, és ezáltal erősítse a piaci pozícióját. Na most például az a modell, amiről most Laci beszélt, hogy az ukrán határ melletti klubvezető összeszed 14-16 éves ukrán tehetségeket, majd már magyar állampolgárként neveli bele őket a maga csapatába, ennek nyilván egy piaci motivációja lehet, mert hát gondolom ő keresni akar ezzel. Egy sportvezető most a magyar sport jelenlegi helyzetére így tekint? Tehát lehet eredményekbe gondolkozni, vagy az a cél, hogy üzleteljünk és neveljünk jól értékesítő játékosokat? Egy kicsit azért visszakanyarodnak az előbbi dolgoz, tehát azért mondjuk Kisvárdán és Balmazújon nem egy egyszerű futball csinálni. Tehát azért azt gondolom, hogy kicsit kiesik vagy ki is esett a futball térképről az egyik. A másik, ez a sok külföldi játékos bebizonyított, hogy egy bizonyos szint fölé nem tudsz menni, vagy rengeteg pénz kell hozzá,
nagyon komoly játékosokkal, vagy az a motivációs, ami egy csapatot összetart és tényleg összeráz, az nem mindig áll össze. A magyar futball esetében egy érdekes helyzet van, hiszen amikor legutoljára a világverseny volt, az egész ország elindult Franciaországba, és lehetett látni, hogy mekkora, mennyire érdekli, és mennyire az embereket érdekli, mennek, mindenki erről beszélt. Most ugyanez a helyzet. Én úgy gondolom, és úgy látom, hogy a magyar fociklubok anyagi lehetőségei lényegesen javultak az elmúlt időszakban. Most már szinte valamennyi klub mögött valódi tulajdonosok állnak, de ettől függetlenül azt a szintet, amit jelent, például a nyugat európai klub jelent, még azért messze állunk tőle. Egyébként a kelet-európai is szerintem, tehát egy kicsit ez determinálja ezt a dolgot. Viszont az, amit említettél, hogy olyan játékosokat kinevelni, akik európai klubokban, akár top klubokban megállják a helyüket, erre azért van példa. Tehát azért a magyar váltott sikerének egy kulcsa és alapját jelenti ezeken a külföldön játszó játékosok, és az egyértelműen látszik, hogyha egy külföldi példára maradva, a lengyel kézilabda válogatott úgy lett világversenyen az első háromban rendszeresen, hogy a hazai csapatok szinte nem jegyezték őket. Vagy a holland női válogatott gyakorlatilag világbajnokságot meg világversenyeket nyert, úgy, hogy a holland bajnokságot nem jegyzik Európában. Tehát ezért vannak más sportákban erre példák. A futball ebből a szempontból kicsit különlegesebb, de látva azokat, hogy mondjuk a Lipcsében vagy bárhol máshol hogy állják meg a helyüket ezek a magyar fiatalok, ez mindenképpen azt gondolom, hogy egy pozitív dolog. És ezekből az akadémiákból, csapatokból bízom benne, hogy egyre többen kerülnek ki. Az biztos, hogy szerintem a magyar foci szintet lépett, ez egyértelmű. Hogy ez most külföldiekkel, a képzéssel ezen lehet vitatkozni, meg nyilván a szakembereknek erről megvan a véleménye, de én azt gondolom, hogy egy bizonyos szint fölé már nem biztos, hogy fognak tudni menni ezek a klubok. A Fradi a nevénél fogva, a lehetőségeinél fogva azért BL-ben szerepel, ha ezt meg tudja ismételni rendszeresen, akkor ő talán kopogtathat azon a kapun, ahol szeretnénk belépni. Na, például ugye Kubatov Gábor mondta azt a múlt héten, hogy ugye most éppen a Fradi több pénzért tud igazolni majd, mint a Barcelona. Hát ugye minden évén is a nézőpont kérdése, mert ők éppen nem kizártad, éppen elvileg nincs pénzük. Jó, hát be is dobják most már. 1,1 milliárdos mínuszuk van, mint hogy meg fogják próbálni. Hát akkor azt elmondhatjuk, hogy a Barcelonánál jelen pillanatban a Kisvárda is, vagy a Paks tehetősebb klub. Igen, lehet, hogy ajánlattal érdemes lenne. Messi elvágyódik egy ideje állítólag. Vagy de nem, egyébként az, amit a Laci mondott, ugye, hogy Kisvárdán, hogy a révész ugye mutogatta a játékosokat, akik tényleg ott a határ mentéről települtek át, és nekik ez egy igazi kitörési lehetőség. Tehát, hogy Jimmy, az a baj a magyar sporttal, hogy picit ilyen közép, tehát ilyen langyos víz vagyunk, hogy az ország, hála Istennek, nem elég szegény ahhoz, hogy ez legyen az egyetlen kiugrási lehetőség, viszont nem vagyunk annyira tehetősek, meg nem annyira, mondjam, olyan fancy sportoltatni a gyereket minden áron, mint mondjuk Nyugat-Európában, ahol ráadásul még, ha az ember tényleg oda kerül az élvonalba, akkor legalább euró 100 000-eket tud keresni. Tehát ez, szerinted ez a baj egyébként, hogy valahogy így egyik sem vagyunk? Szerintem a legnagyobb különbség, ugye a saját családomat tudom, hogy mit jelent külföldön, tehát a saját lányomon tapasztalom, és látom, hogy a legnagyobb különbség a mi közöttünk és a más sport, tehát más országos sportágai között az a szemlélet. Tehát egyszerűen milyen kényelmesek vagyunk, nem tudok rá mást mondani. Ott sokkal céltudatosabban, sokkal koncentráltabban edzenek, csinálják a dolgokat. Nálunk igazából kényelem van. Most azt mondják, hogy nagyon sok pénz van a sportban, nyilván egy sportvezető azt mondja, hogy nem elég, de összességében a sport most egy nagyon jó helyzetben van. Nagyon sokat fejlődtünk bizonyos sportágon, bizonyos esetekben, de ez egyfajta elkényelmesedést is jelentett. Tehát ebben muszáj szövetségnek, sportkluboknak, sportvezetőknek tenni azért, hogy ebből az apát egy kicsit kimozdítsuk a helyzetet. Tehát azért nem véletlen az, hogyha most megnéztek, hogy magyar külföldön, tehát magyar kézilabda női játékos szinte nincs külföldön. Tehát egyszerűen vállalatot szintű játékos nincsen, mert nem akar elmenni, mert itt neki nagyon jó, mind anyagilag, mind erkölcsileg nagyon jó helyzetben vannak. És azt hagyjál, hogy női kézilabda játékosunk nincs, mert ettől még a női kézilabdánk a világ élvonalában van, a bajnokságunk nagyon erős. Klubszinten, de ezekből a klubokból azért egy még mindig meghatározó válogatottot össze lehet állítani. Jó, már nem játszunk VB-döntőt, ez igaz. De pont ezt akartam mondani, és közben mi az a meghatározó, amikor tapsikolunk annak, hogy kijutottunk az olimpiára egy pótselejtezőn, egy olyan pótselejtezőn, ami igen. Azért...
Igen, de... igen, nyilván közben jöttek, ahogy amiről az előbb beszélt, hogy Jimmy, a hollandok, hát én emlékszem, itt dolgoztam már Fehérvár TV-re, mikor még kimentünk Exotikon volt, hogy itt volt egy holland válogatott, és a Köfém SC-vel játszott edzőmeccset, mert olyan szinten kezdték akkor még nyomozni valahogy, hogy mi ez a kézilabda, ez a 90-es években. Most arra tudjuk, hogy a világ egyik legjobb válogatottja lett az övé. Egyébként, ha választhatnék, akkor biztos, hogy olimpiai döntőt szeretnék, mint a Final Four közelében a Győrt. Ehhez viszont valószínűleg az kellene, amire ugye egy célzás történt, hogy a hazai kényelmes és nagyon jól megfizetett, hát nem mondom, hogy állóvízből, talán kicsit langyos közegből, tényleg kimenjenek a legjobbak a legjobbakhoz, vagy pedig itt legyen olyan szintű képzés, hogy tényleg akkor a tehetségek jönnek fel. De ha megnézzük a fiú példáknál, a fiú kézben a Máté Dominik elment Norvégiába játszani, és egy teljesen más játékos kapott vissza a válogatott. Tehát ez a férfi válogatott, most épül, és a 22-es EB-re készül, és szerintem nagyon bízunk benne, hogy egy komoly eredményt fog elérni. Ezekkel a fiatalokkal, akik játszanak külföldön, és egy kicsit más szemletben vannak, már teljesen más az egésznek a hangulata, teljesen más az egésznek az attitűdje, és ez egy nagyon jó személyiségfejlődésen mentek keresztül. Tehát egy kicsit úgy bezártuk a kaput itt a bizonyos sportágoknál, szerintem lehet, hogy ezt ki kéne nyitni. Lehet, hogy azt kéne mondani, hogy igen, kicsit szenvedjél meg azért, hogy fejlődés legyen, és akkor lehet, hogy egy kicsit magasabb szinten kapnák vissza a játékosokat. Nyilván ezt meg kéne vizsgálni, de... De te tudod, hogy ezt hogy lehetne kinyitni ezt a kaput? Én azt gondolom, hogy igen. Tehát a magyar sportnak azért alapvetően a magyar nép az egy ügyes nép. Tehát azért valaki elmegy külföldre, azért a magyarok nagy része azt gondolja, hogy megállja a helyét, akármilyen sportágban, ha vagyunk, egy-két kivételtől eltekintve mindenki megállta a helyét, a külföldre került. Tehát nekünk többet kéne ezt nyitni szövetségi szinten efelé. Klubszinten nehéz, mert ugye ott nagy a konkurencia, de szövetségi szinten akár ezekkel a jelenlegi lehetőségekkel igenis szerintem kellene olyan partnereket találni, hol ezek beletolnak. Nem csak a játékosok, hanem az edzők is. Csak ugye az a kérdés, hogy hogy veszel rá mondjuk egy játékost, aki másfél millióért vagy egy millióért ül a Győr kispadján, vagy 600 ezerért 10 perces játékos Moson-Magyaróváron arra, hogy mondjuk elmenjem egy olyan országba, ahol lehet, hogy mondjuk keres, és mondok valamit, 4000 eurót, de az élet meg háromszor annyiba kerül, és egyébként egyedül kéne menni, és egyébként nem tud nyelvet, mert én szerintem sajnos elindultunk ebből az irányba, hogy tényleg nagyon sokan nem, tehát akik a sportban vannak, és sportolók, hogy erre most fölteszik egy picit az életüket, és nem feltétlenül tanulnak, van természetesen kivétel, de hogy veszel rá egy játékost arra, hogy tényleg menjél el Norvégiába, Dániába, akár Franciaországba, hogy vetted rá a lányodat? Hát, hogy idegesítette itthon az apja. Szóval, de tényleg, tehát ez egy, szerintem ez egy fontos kérdés, hogy amikor itthon tényleg, tehát ezt annak idején Paul Woodruff Jensen mondta, hogy azért nem feltétlenül keresnek mondjuk a Győrben jobban a játékosok, ma már biztos, vagy lehet, mint mondjuk Norvégiában, de hogy ugyanazt a pénzt megkapják, ide eljönnek, harmadannyi, negyed annyiba kerül az élet, 2 órára sípálya van, 4 órára tenger, hát a világ egyik legjobb helye Győr ebben a tekintetben. Hogy veszel rá egy játékos, hogy ne a Győr padján ülj 1 millióért, vagy másfélért, vagy 2 millióért, ne adj. Hát Isten. Ez a probléma, ugye rá kell venni. De azért benne van a játékosokban. Én ebben a legnagyobb problémát abban látom, hogy ugye az a kényelmes helyzet, az nagyon kényelmes a játékosnak, de még kényelmesebb a menedzserének. Tehát nem célja egy menedzsernek ma Magyarországon, hogy külföldre vigyen játékos, mondjuk például a kézilabdában. Mert ő abból él, hogy kit mennyire ad el, és jelen pillanatban nem is nagyon próbálkozik. Ha most megnézitek, hirtelen Románia lett egy olyan felvevő piac, ahol hirtelen minden klub, 4-5 klub óriási összeget ígér be játékosnak, és ezzel a Magyarországról történő játékos áramlás, ez egy kicsit áttolódott most Románia irányába, azzal, hogy nyilván egy rengeteg magyar fiatal itt az elmúlt világversenyeken elért eredmények alapján kopogtatott a felnőtt csapat ajtaján, és rengeteg klub anyagi megfontolásból, meg szakmai megfontolásból nyúl a fiatalok felé. De én azt gondolom, hogy a legelőször a menedzsereket kéne abba az irányba lenni, hogy mi a jobb. Az, hogy rövid távon valaki keres csiliárdot, mondjuk 1-2 évig, és utána szépen szakmailag leül, vagy pedig azt mondjuk, hogy elmegy egy külföldre, egy kicsit fejlődik, játszik 2-3 évet, ott se keres azért rosszul, azért tegyük hozzá, és úgy jön vissza, hogy egy más szintet tud kerülni. Hát ez most már a focitól, hogy szép messze kerültünk, nem is baj, hiszen lassan azért áttérünk azokra a sportágokra, ahol te is
Nagyon benne vagy, de ugye én azt akartam mondani, hogy az, hogy női kézilabdában vannak olyan játékosaink, akik jó pénzt keresnek, azt még mindig kevésbé tartja az ember érthetetlennek, vagy sajnálatra méltónak, mint hogy tényleg a Kisvárda a kispadján ül fociban olyan játékos, aki milliós nagyságrendet keres, és se a Kisvárda, se a magyar futball nincs azon a szinten, hogy mondjuk ez feltétlenül indokolt legyen mondjuk a szurkolók szemében. Ötödik lett a Kisvárda. Hát azért. És hát konfetti liga, csak és hát a piaci igény, meg a közönség igény, ugye az nagyon meghatározó. Jó, hát ha kézilabdáról beszéltünk, ugye az egyetlen olyan sportágunk itt Fehérváron, amelyiknek a szezonja még nem ért véget, de nagyjából azért látható már a mérleg megvolható. Még mondjuk a Fraditól elvehetjük a bajnoki címet, egy jövő heti győzelem. Reális a cél? Reális a cél? Ők Debrecentől félnek alapvetően, hogy még ott azért meg lehet égni. És hibáznak ezzel. Hát, bár így lenne, de hát most ugye a fentállás árát is elveszítettük. Igen, őróla egyébként mit lehet tudni? Most mennyi kihagyás, ugye? Hát ő hosszú kihagyás. Hát ez hasonló lesz, mint a... Mint az elsőben, igen. Azért az... Igen, nincs vége a szezonnak, de nagyjából ott is a realitás ez a helyezés. Tehát a jelenlegi fehérvári kézilabdának a lehetőségei azok nagyjából tükrözik azt, hogy milyen helyzetben van. Tehát az előttünk lévő csapatoknak a mindegyike, sőt, van, aki mögöttünk lévő, és jobb anyagi helyzetben van. Tehát olyan játékosaink, rengeteg fiatal játékosunk van, rengeteg válogatott játékosunk van, korosztályos válogatott játékosunk van, műrájuk alapozunk. Én azt gondolom, hogy nincs jelentősége jelen pillanatban annak, hogy milyen helyezést érünk el olyan értelemben, hogy most 6., 7., 8., hogy ebből a szempontból mindegy. Annak nagyobb jelentősége van, hogy ezek a fiatalok tudnak folyamatosan játszani, és sikerülőket együtt tartani, akkor egy közép-hosszú távon azt gondolom, hogy abban fel tudjuk újra venni a versenyt azokkal a klubokkal, akik anyagiakban lényegesen előttünk járnak. Ez egyik oka. A másik oka az, hogy egy ideig szerepeltünk nemzetközi kupában, jelen pillanatban a létesítmény alkalmatlan nemzetközi kupa szereplésre, tehát a hiába érnénk el komoly eredményt, máshol kéne játszanunk a mérkőzéseinket. Nyilván ez olyan kifogásnak tűnik, hogy ezért nem vagyunk ott, de azért mi átéltünk olyat, amikor azt kérdezték, hogy nemzetközi kupa meccsen, hogy hol lesz akkor a baj, hogy a kupa mérkőzés, mert ez csak egy edzőcsarnok valószínűleg. Mi nem szeretnénk erről letérni, tehát van azért nagyon sok olyan junior válogatott, ifjúsított tehetségünk, aki szerintem hosszú távú szerződéssel rendelkezik, és itt szeretne maradni. És ameddig nem találunk egy olyan tőkeerő szponzort, vagy egy olyan befektetőt, aki ebbe lát fantáziát, és szeretne a fehérvári női kézilabdába investálni, addig azt gondolom, hogy a realitás ennek a csapatnak a 6.-10. hely körül van. Egy emlékszem, hogy ugye néhány évvel ezelőtt talán 3, ugye azt mondtad, hogy ugye az lesz akkor lesz majd cél a nemzetközi kupa szereplés, hogyha meg lesz az új csarnok. Az két kérdés vett föl, hogy mikor lesz meg az új csarnok, és hogy ez ebben a formában, annak tükrében, amit most elmondtál, ez mondjuk fenntartható-e, hogyha most teszem azt, 2 év múlva áll a csarnok, akkor 2 év múlva már egy olyan csapatnak kell itt játszania, amelyik nemzetközi kupára kvalifikál. A csarnok, bármilyen létesítményfejlesztés, ugye ez egy bizonyított tény, tehát egyetemi tanulmányok bizonyítják, az mindenféleképpen az adott játék, sportjáték az eredményességben megmutatkozik. Tehát ha megnéztek, hogy Magyarországon hol történt létesítményfejlesztés, az este 90%-ában lehet, hogy nem hosszú távon, de rövid és középtávon biztos, hogy az eredményesség nőtt. Ha a létesítményfejlesztés bekövetkezik, tehát mindenki nagyon vár, hogy épüljön egy új csarnok, akkor az meg kell tölteni, üzemeltetni kell. Tehát az egy dolog, hogy az ember felépít egy csarnokot, a másik része, hogy azt meg kell tölteni szurkolóval, meg kell tölteni élettel. Oda pedig egy olyan sportesítmény kell, egy olyan, az az alapja az egésznek, amire a nézők kíváncsiak, mert azt nem mondom, hogy minden költséget állni fogja a létesítménynek, de egy jelentős része könnyebben fenntartható. Tehát a nemzetközi szereplés az amiatt is szükséges, egyrészt a csapatok nívója miatt, másrészt pedig amiatt, mert egyrészt ez gazdasági kérdés a létesítmény szempontjából. És akkor ugye kell nekünk az csarnok. Igen, kell nekünk az úgy. Tudni, mikor lesz csarnok, ha a csapat elődöntőzik az NF kupán, akkor van csarnok. Nagyon egyszerű lesz. Tudod a tömeg, látod, hogy meg vagyunk. Meg te szólsz nekem, hogy menjek. Hát a visegedésedtől függ majd. Hát nyilván kell az új csarnok, bár Fehérvár tényleg az irigyelt városok közé tartozik ugye a lehetőségeit tekintve.
de hát tényleg eléggé levitéz lett már ez a köfémcsarog, hogyha nyilván a szívekben kedves is. Hogy most biztos, hogy még mindig az irigyelt városok közé tartozunk? Hát bajnokok városának mi még? Nevezzük magunk közt. Most egy ideig ez lehet, hogy nem csak fociban nem realitás. Viszont kitárgyalt focival párhuzam tulajdonképpen a női kézilabda csapat esetében, ugye a szezon közbeni edzőváltás, itt mi azon szórakoztunk, hogy valószínűleg József Krisztián egyébként világrekorder, mert hogy szezon közben kinevezett edző, kinevezése és első meccse között annyi idő a világon nem telt el, mint ami neki megadatott, hiszen gyakorlatilag a kinevezése után 2 nappal leállt a bajnokság, és az a 2 hónap után játszhatott először. 100%-os teljesítménye volt. De ugye az volt az, hogy nem állt le, hanem volt, hogy ugye kedden, egy keddi meccsről kedden, tudom, fél egykor értesültél, hogy akkor a békésebben mégsem. Hát viszont hónapokat hozott, kapott gól nélkül, ugye? Ez kapusok érdeme. Viszont ugye tudjuk, hogy vagy hát nem tudom, hogy ez így hivatalosan elhangzott, nem, akkor majd most elkotyogjuk, hogy ugye nem ő lesz a következő szezonban már a vezetőedző, tehát tulajdonképpen megkapta a lehetőséget, nyilván nem is lehet itt azt mondani. Most van egy feltételezett vágási pont. Tehát, hogy igazából azt akartam csak kérdezni, hogy az adott körülmények között, amiről te is beszéltél, és hogy tényleg ennek a csapatnak jelenleg behatároltak a lehetőségei, ő megtette a magáét, hogy értékelitek? Én a Krisztiánt nagyon tehetséges edzőnek gondolom. Az utánpótlásban rendkívül sokat bizonyított már. Kapott az élet úgy alakult, hogy kapott egy lehetőséget. Én azt érzem benne, hogy továbbra is még inkább utánpótlás edzőfejjel gondolkodik, nem felnőtt edzőfejjel. Rengeteg olyan mérkőzés volt, ahol az a rutin, meg az a jó értelemben vett csibészség, ami egy edzőnek kell, az nem volt meg, és ezért vesztettünk. Mi szeretnénk, hogyha valamilyen pozícióban továbbra is a klubnál fog, nem szeretnénk, továbbra is a klubnál fog dolgozni valamilyen pozícióban, de úgy gondolom, hogy tanulnia kell még néhány dologban, tehát a felnőtt csapathoz fog tartozni, de azt gondolom, hogy mi mással képzeljük el a jövő évet. Még nyilván nem szeretném elkiabálni, de ezt tőle megbeszéltük, amikor vállalta ezt a feladatot, akkor is úgy vállalta el, hogy ő szeretne Fehérváron dolgozni, szeretne az utánpótlásba visszakerülni, amennyiben mi úgy döntünk, hogy nem vele képzeljük el a jövőt. Egy nagyon tehetséges fiatalember, én azt gondolom, lesz ő még Fehérváron felnőtt edző. Most úgy érezzük, és én is úgy érzem, hogy még neki néha ez időnként sok. Azért az ilyen fiatal edzők kinevezésénél volt már erre példa, amikor most név nélkül kineveztem nagyon-nagyon fiatal edzőt az utánpótlásból, és kicsit korai volt. Tehát azért van egy tanulási folyamat az edzői szakmában, amit be kell tartani. Ez a szerencsétlen alakult ez a szezon, sérülések, vírusos helyzet egyebek miatt, de én azt gondolom, hogy azt, amit mi elvártunk tőle, azt alapjában teljesítette, tehát igazából összességében pozitív a megítélése, viszont mi szeretnénk azért lenni többet. Ja, a kézilabda azok közé a sportágok közé tartozik, ahol nem szól akkorát talál, hogyha Magyarországra nagy nevet sikerül igazolni, legyen szó játékosról vagy edzőről, hiszen tényleg ott vagyunk a világ élvonalában. Most a hét híre, az egyik híre az mindenképpen az, hogy ugye a Jégkorong csapatnak olyan óriási NHL múlttal, tapasztalattal és respekttel rendelkező edzője lett, amire, ha elolvassa az ember a hírt, még úgy is, hogy a hokiban is azért hozzászoktunk, hogy felkerültünk a térképre, de mégiscsak vigyázba vágjuk magunkat, hiszen itt a NHL-ben évedzője címre jelölt korábbi mesterről van szó, elképesztő rutinnal. Ez a magyar sport, vagy a magyar jégkorong, vagy tényleg egy ilyen általános helyzetjavulást mutat-e, hogy ilyen nevek ide tudnak jönni, és egyáltalán, főleg Lacit kérdezem, aki azért a hokisok mellett is átért már nagyon sok minden, ezt most úgy kell fogadnunk, hogy tényleg óriási dolog, vagy pedig úgy, hogy hát azért jégkorongban rengeteg edző van a piacon, jönnek, mennek, és még nálunk se vált be feltétlenül mindig a legnagyobb név. A jégkorong az a tipikus sportág, ahol a magyar edzők nem tudtak kinőni. Most ugyan Majoros Gergely kimondotta jó szerepelt a Nové Zámkival a szlovák bajnokságban, de tulajdonképpen ő az egyetlen, aki Érsekújvár. Ez tudom, hogy jönni fog, HC Nové Zámki, tehát nem HC Érsekújvár. Aha, aztán jó. Szilasi Zoltán dolgozik Gyergyószentmiklóson.
Megy ez, látom. Azzal együtt is, köszönöm szépen. Nem volt, mint hogy nagyon érdekes, az osztrák edző nincs az osztrák bajnokságban. Szlovén edző döntően nem nagyon volt, amíg a két szlovén csapat szerepelt. Német Bundesligában sincs német edző a Dellben. Tehát valahol a hoki annyira speciális, annyira épül a tengeren túli hagyományokra, illetőleg skandináv edzők, tehát finnek, svédek, norvégok kevésbé szerepelnek Nyugat-Európában. Tehát itt valahol, és minden klub szeretne valamit tényleg egy nagyot robbantani. És a Volának meg volt az esély az idei szezonban, remek alapszakasz, vezették a tabellát második, harmadik, harmadik helyen bejöttek a playoffba, ami nem sikerült úgy jól. Úgy gondolom, ezt a picit most megpróbálják hozzátenni szakmailag, mert a nagy nevek maradnak, igazolnak is még. Tehát én úgy gondolom, hogy logikus, észszerű lépés, és miután az úriember Franciaországban, illetőleg Lengyelországban dolgozott, én úgy gondolom, számára is egy szintlépést jelenthet alig túl a 60-on, még egy ilyen lehetőség az EBL-be. És aztán innen már lehet menni a német Bundesligába, ami aztán teljesen más dimenzió. Tehát úgy gondolom, edzői szemmel is jó, és a Volán egy logikus, észszerű döntést hozott ezzel. Nem volt bennetek az az érzés, hogy mikor kiderült, hogy egy ilyen pedig réve rendelkező edző jön ide, hogy de akkor mi a baj vele? Tehát azért tudjuk, hogy... De nem, most minden izé nélkül azt tudjuk, hiszen mindig elmondják, mindig elhangzik, hogy a Volán a 12 csapatos ligában, amikor éppen 12 csapat összejön az EBL-re, akkor is maximum a 11. helyen áll az anyagiakat tekintve. Nem gondolom, hogy annyira lent lenne. A Volának adott esetben komolyabb büdzséje van, mint jó néhány klubnak, hiszen ezek a tengeren túli játékosok mérlegelik, hogy hova megy. Az Innsbruck döntően kisebb költségvetésből ment. A Dornbír ment hasonlóból, aztán a Linz a tavalyi szezont elengedte. Ugyanis a játékos nem nagyon érdekli őt, hogy hova megy. Kicsit turistáskodik, ő azt mondja, hogy Innsbruck, hát ott van a Brennerhágot, tudok síelni. Van, amikor egy külföldi visszakérdezés, hogy iható a csapvíz. Tehát Magyarországgal szemben vannak kételyek. És a Volának adott esetben jobban a zsebébe kell nyúlni ahhoz, hogy egy ugyanolyan szintű játékos esetleg ne az osztrákokat válassza, vagy akár... Legközelebb meghívjuk Gál Petit, és majd vele megvitathatod, hogy költségvetésileg hol áll az ebben a Volán, mert lehet, hogy nem ezt fogja mondani. Nem elő, az biztos, de úgy gondolom, hogy vannak klubok, akik nem feltétlenül rendelkeznek nagyobb gazdasági erővel. De én szerintem, erre a kérdésre szóval, várható az, hogy nagyon neves edzők, vagy viszonylag neves edzők szerintem Magyarországra fognak, azok bármilyen sportágban fognak érkezni Magyarországra, hiszen ez egy abszolút jó közeg. Az nem kérdés. Tehát egy edző számára, egy főleg egy külföldi edző. Igen, mert eddig azt mondta, hogy a körülmények, mennyibe kell most körülményekre, én szerintem szavunk nem lehet. Tehát a labdarúgásban, a stadionok, kézabdában, kosabdában a csarnokok, vagy sorolhatnám. Tehát olyan körülmények között dolgozhat itt jelen pillanatban egy edző, ami számára ideális. Anyagileg azt gondolom, hogy egy közép kategóriánál jobb fizetést tud elérni. Tehát akár egy neves edző számára is ez egy abszolút célpont lehet. Az egy más kérdés, hogy ezek a neves edzők milyen lépésekbe jönnek, tehát lehet, hogy már a pályafutásuknak a második felében érkeznek ide, és nem fölfelé ágban, hanem egy stagnáló ágban érkeznek ide. Hey, George Lakers. nem a második, hanem a harmadik szakaszában érkezik. Hogy ne egy ilyen nagyon-nagyon leszálló ágban érkező edzőket fogadjon be ez a közeg, de én biztos vagyok, hogy várható lesz más sportágban is. Na és egy klubvezető számára, aki nyilván tényleg az anyagi helyzetét tekintve a klubnak, a gazdasági célokat, és persze a sportszakmai, a játékosok rezisztenciáját, tehát tényleg egy olyan szintű első számú felelőse vagy azért, hogy egy szezon jó legyen és sikeres. Ez a legfontosabb döntés, az edző kérdés? Mennyire van ez súlyban? Illetve amikor kap egy olyan ajánlatot egy menedzsert, hogy na itt van ez a név, mint ez a hoki edző, aki azért elképesztő múlttal és szakmai renoméval rendelkezik, akkor azt mondja, hogy azonnal ide nekem, ha már lehetőség van rá, vagy ilyenkor is azért még mérlegelni kell? Hát ez egy nagyon komplex dolog, ugye. Várhatóan az összes klublete, remélhetőleg az összes klublete, úgy gondolom most már egyre több csinál magának költségvetést. Azért ez a korábbi években azért nem így volt, tehát hogy mindenki csak úgy beleugrott az évbe. Most azért szerintem egy költségvetést csinál magának, ahol van egy adott büdzse, amiben tud rendelkezni, tud gazdálkodni. Itt ugye azért sakkozni kell. Tehát a játékosok irányába mész el egy kicsit, tehát hogy jobb játékosod igazolsz, vagy egy drágább edzőt hozol, és inkább egy olyan játékos elment raksz össze, amiben ugye az edző hozza ki, amit ki kell. Tehát valahol ezt meg kell találni. Mi is átéltünk olyat, hogy egy jó edzővel dolgoztunk, de kevésbé jó játékosokkal, vagy pedig fordítva, hogy jó játékosok voltak, és kevésbé jó edzővel. Alapvetően az eredményesség a fontos. Tehát, hogyha most megnézzük a büdzséjét, akkor tudjuk, hogy mi ezen belül kell mozognunk.
Ugye egy sportban plusz bevétel sosincs, csak mindig plusz kiadás, tehát nagyon nehéz megtalálni az egyensúlyt. Az egy hazárd játék, amikor elkezd az ember nagyon jó játékosat igazolni, és még nagyon jó edzőt is, és majd jönnek a bevételek, nem fognak jönni soha a bevételek. Tehát az, hogy valahonnan beesik egy plusz pénz, az sohasem várható. De most megnéztek a Győrnek a helyzetét, a Danyi Gábort egy vesztes mérkőzéssel leváltották, mert úgy gondolják, hogy a BL, meg a megnyerése az egy kardinális kérdés, és ezért mindenképpen edzőt kell cserélni. 3 év alatt ez volt az első vesztes meccse. Nem nagyon jellemző a sportban, hogy egy vesztes mérkőzésre állítanak, leváltanak egy edzőt, ők megtették. Nyilván megvan az a nyomás, szerintem a Győri klubvezetésen, hogy ezt miért tette meg, hogy aztán ez egy jó döntés volt, hogy nem, azt majd az élet eldönti, de megtették. De hát a Danyi mondta azt, lehet, hogy ez is összefüggésben áll, hogy majd ha eljött Győrből, és már Siófokon lesz, akkor elmondja, hogy miért nem marad Győrben. Nyilván szerződése hát olyan van, hogy nem nagyon szeretné borítani. Ugye a elment Siófokra, amely ugye az volt a képe mindenkinek, hogy egy olyan csapat épül a Balaton partján, ami abszolút kihívója lehet ennek a két BL csapatnak, de azért látjuk, hogy anyagilag az a biztonság nincs meg. Az a játékos állomány az már nem állt össze, tehát mentek ebből a játékosok, már egy kicsit más irányba próbál gondolkodni a klubvezetés. Azért tényleg egy olyan hely lesz a Gábor számára, ahol azt gondolom szakmára meg tudja mutatni, hogy gyorsan hol áll ezen a rangsorban. Sokan mondjuk azt, hogy persze könnyű, mi is levetnénk a Győr kispadjára, tök mindegy kiúlat, úgyis megoldják majd a játékosok. Van ilyen helyzet is, ez egy szintig elég, de ha nyerni akarsz, és mondjuk BL-t akarsz nyerni, ahhoz ez lesz kevés. És mi kell ahhoz, hogy a kosárcsapat mondjuk 4-be jusson jövőre? Őrőlük is sokat beszéltünk hát itt az előző adásokban. Egyiket a múlt héten egy olyan konszenzus volt, itt ha lehet mondani, vagy legalábbis nem nagyon vitatkoztunk rajta, hogy Forrai Gábor a meglehetősen speciális körülményektől sújtott szezon után akár érdemelhet is még egy esélyt. De nyilván nem csak akkor, amikor új edzőt igazolsz, vagy amikor edzőt váltasz, hanem amikor adott esetben dönteni kell a régiről, akkor sem egy szempont érvényesül csak. Majd most is tedd fel az adás végén a kérdést, hogy vajon marad-e Forrai Gábor az edző? Mindenki csak gyorsan egy mondatban. Most aktuális, vagy igazán autentikus lesz a válasz. Nekem hiányérzetem van ezt az évet illetően, megmondom őszintén. Volt egy célkitűzésünk, amit nem értünk el sem a Magyar Kupában, sem a bajnokságban. Én ezt a csapatot, csapatot, meg ez minden körülményével együtt, azt gondolom, hogy alkalmasnak ítéltem volna arra, hogy ezt az eredményt elérje, nyilván tudva azt, hogy milyen problémáink és milyen nehézségekkel küzdöttünk itt a vírus, játékosok kiesése, stb. És összességében egy edző munkáját, ha nagyon-nagyon szigorúan nézem, az eredmények itt határozzák meg. Ez az egyik része. A másik része az, hogy mi a klubnak az elkövetkező időszakban mi lesz a stratégiája, azt nagyon gyorsan el kell dönteni. Nagyon sok tehetséges fiatal játékosunk van, akik elé nem biztos, hogy szükséges magyar játékosok igazolása, vagy pedig ugye a szabályváltozás alapján, hogy végig a pályán kellene egy 23 év alattinak, ugye ebben mi most jól állunk, túl jól állunk, mert bocsánat, mert nem tudjuk minden játékosnak megfelelő játék lehetőséget adni, tehát erről is ki kell majd találni valamit, de mindenféleképpen azt gondolom, hogy ezeknek a játékosoknak szerepelni kell, tehát ezt is meg kell határozni, hogy akkor melyik irányban mozdulunk el, tehát külföldiek, magyarok, milyen anyagi lehetőségeink lesznek a jövőt illetően. Tehát ez a fajta verseny, amiben most belementnek itt a klubok, és látva mondjuk akár a Debrecen lehetőségeit, akár a Szombathely lehetőségét. Mondják, hogy Debrecen volt nagyon komolyan gondolja. Tehát itt azért nem arról van szó, hogy 10 millió forint, 20 millió forint a nagyobb a költségvetés ezeknek a csapatoknak, hanem azért jelentősen nagyobb a mindkét, akár a Szombathelynek, akár a Debrecennek a költségvetés a miénkénél. Azt nem mondom, hogy a miénk rossz, de gyakorlatilag a nagyjából a helyezésünknek megfelelő. Itt a Szeged produkált egy olyan évet, mint pár évvel ezelőtt a Jászberény, hogy zseniálisan nyújt le. Mert a Szolnokot néhány éve még irigyeltük, és most döntőben van, de ezek szerint a Debrecennél azért rosszabb lehetőségekkel. Hát azért mondjuk tavaly kaptak 1,5 milliárd állami támogatást, tehát olyan rosszul szerintem nem járnak. Tehát nagy a baj nincs. Igen, tehát nagy baj nincsen. Úgyhogy ezt el kell dönteni. És ahhoz kell, tehát a stratégiához kell azt gondolom, hogy megfelelő edzőt találni, és ha ez megvan, úgy kell csapatot építeni. Ugyan rengetegszer elhangzik kritikaként szurkolók, meg a közvélemény szempontjából, hogy hosszú távra kell gondolkodni. Mi a magyar játékosokban, akár a fiatalokban, akár a Vojvodában hosszú távon gondolkodunk. Próbálunk az amerikaiakban is hosszú távon gondolkodni, akik értékesek, de nem olyan egyszerű. Tehát ott azért
ott azért ők itt elhangzott, hogy az edzők ugródeszkának tekinthetik Magyarországot, a kosárlabda játékosok esetében egyértelmű. Tehát amikor meg akarsz tartani egy jó játékost, ott azért nagyságrendekkel kell belenyúlni a zsebbe, és itt jön az, amit az előbb beszéltünk, hogy akkor most melyik saktáblán hogyan mozgatod a figurákat. Nem egy egyszerű dolog, ez az elkövetkezendő hetek, egy hónapnak a feladata, hogy ebben határozunk meg egy irányt közösen a támogatókkal, illetve a szponzorokkal, és ha ez megvan, akkor lehet azt mondani, hogy ebbe az irányba haladunk tovább. Hát meglátjuk, és majd akkor a valamelyik következő műsorban tárgyaljuk ki, hogy akkor ki lett a kézi csapat edzője, ki lesz a kosarasok edzője, úgyhogy még ha bajnokság nincs is beszélni, mindig van miről. Köszönöm szépen vendégeinknek, hogy itt voltak a mai adásban, kedves nézőknek is a figyelmet, további szép estét kívánok, viszontlátásra!